Amikor etnikai alapon szerveződő bűnbandák tartanak rettegésben bizonyos területeket Magyarországon, vagy amikor a kormányzati propaganda ellenére igenis léteznek no-go zónák hazánkban, akkor mindennél fontosabb volna, hogy legyen egy erős és tetrekész rendőrségünk. Sajnos a kormány nem így gondolja, ugyanis a 2023-as költségvetés legnagyobb vesztese a rendvédelem. Értve ez alatt a tűzoltókat és a börtönőröket is, akiknek már így is siralmasan alacsony a fizetése. Mégis nem kevesebb, mint 4,8 milliárd forinttal jut kevesebb a rendvédelemre, ellenben például 18 milliárd forintot fognak költeni az úgynevezett nemzeti oltóanyaggyárra, és ezúton szeretném közvetíteni és tolmácsolni a Mi Hazánk rendvédelmi kabinetjének álláspontját is, hogy elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a kormány az összeomlás szélére sodorja ezzel a rendvédelmet, pedig ez nemzetbiztonsági kérdés, rend és közbiztonság nélkül nincs jövő, enélkül nincsenek biztonságban a magyar emberek. Ezért a Mi Hazánk mozgalom azonnali 100%-os béremelést szeretne a rendvédelmi dolgozók számára, és szeretnénk visszaállítani minden olyan jogot, többletjogot, ha úgy tetszik, ami vonzóvá teheti ezt a pályát. Kiemelten gondolunk itt a korkedvezményes nyugdíjra. A Mi Hazánk, mint legerősebb ellenzéki párt, és markánsan, határozottan a rend pártján, tehát rendpárti mozgalom, a rendvédelmi dolgozók mellett áll, és minden olyan törekvést, ami a rendvédelmet gyengíteni igyekszik, az ellen mi fel fogjuk venni a küzdelmet. Ezeket a törekvéseket egyéb iránt a magyar nemzet létbiztonsága elleni támadásként értékeljük, és ennél fogva ebben nem ismerünk kompromisszumot.